Ajka FC, Pápai Peruc FC, NV3 nyugati csoport, 19. fordulója. Egy igazi megyei El Clásico következik, ha szabad ilyet mondanom. A játékvezető kicsit előbb kezdte meg a mérkőzést, amelyel meglepett minket. No de. Derdák Marcell vezeti a játékot egyébként, segítségére pedig Bognár László és Rózsa Dávid van. Játékvezető pedig oda megy a kakaskodás helyszínére. Figyelmezteti a játékosokat, hogy még egy ilyet nem szeretne látni. Sárga és kékben a vendégegyüttes, és fehér zöldben pedig az ajkai csapat. Elképesztően sokan látogattak ki erre a mérkőzésre is. Szerintem olyan 400-500-an lehetnek a szurkolók, miközben Köles fejjel tisztáz, majd testtel pedig a pápaiak megszerzik a labdát. Nézzük! Beívelés, amelyet egy ajkai védő hatástalanított. Ám de még mindig a pápaiaknál van a labda. Nézzük, ki tudnak-e dolgozni valami helyzetet. Megnéztük, és nem tudnak. Kezdő pedig egyébként, mivel most kezdtük a közvetítést, és nem volt szinte időm se elmondani önöknek. Ajkaiaknál Horváth Kenderes, Nagy, Horváth Köles, Csemer, Illés, Kovács, Izmadia, Major és Pákai. Miközben szögláthoz készülődik a vendéggárda. Csak a szél elviszi a labdát. Pápa játékos megigazítja. És kicsibe végzi el, amire egyébként számítottak a hazaiak. Bedobással jönnek a hazaiak. A pápai kezdő pedig Szigeti, Nagy, Szilágyi, Hanz, Tóth, Tiba, Dóci, Iványi, Bóner, Böröcki. És ott a megindítás. Be is lehet érni Nagynak. Nagy el is éri. 16-oson belül jár. Leülteti az ellenfélt, vagy nem. Bepasszolja a lövés. És gól! Hát ez passz akart lenni, de les. Nem adja meg a játékvezető. Partjelző megfosztotta egy... Hát itt hallom, hogy Fradi haladásra emlékeztető jelenetek. Passz akart lenni egyébként, de begurult. De hát igen, les. Úgyhogy marad az állás, 0-0. Pápaiak fejjel kicsit zsonglőrködnek, és felgyorsítják a támadást. Meg is indítják. Pápa játékost, aki eléri a szélen. És kin volt, tehát kirúgással folytatódik a játék. Horváth hozhatja játékba a labdát. Itt is a partjelző jelzett. Lehet kicsit fáznak, emelgetik a kezüket, vagyis a zászlót, így kisébb melegednek ők is a mérkőzésre, hiszen még csak most kezdődött. Horváth kirúgás. Csizmadiát meg is találta a labda, ám de onnan elkerült egy vendégjátékoshoz. Jó iramba kezdődik a mérkőzés. Kovács, Pákai, Horváth. Horváth nézi, hova rúghatja, kirúgja előre. Sikerül is. Nagy. Nagy benn várja a labdát, de elhagyták. Így fordulhatnak a pápaiak. Szurkolásban is hiány. Bedobással jön a hazai brigád. Két legnagyobb Veszprém megyei csapat találkozik. Tehát nem véletlenül használtam a mérkőzés elején az El Clásico kifejezést. Egy esés, és támadhat le a pápai együttes. Test a test ellen, mondom én, a játékvezető pedig azt mondja, hogy szabálytalanság. Lökés volt. 25-6 méterről végeztetnek el szabadrugást. És fülemre is szólnak, hogy pontosan 10 perc telt el a mérkőzésből. Tehát szabadrugással jöhet a pápai csapat. Nézzük!
Egyébként a pápai szurkolók itt vannak benne. A pápai szurkolók itt vannak az ajkai nézőtéren, tehát nem volt szívük oda küldeni őket a vendégszektorba, inkább élvezzék ők is jó helyről a mérkőzést. Szabad. Micsoda formáció. Lövés kapufa, ám de itt is les volt. Nagyon leselkednek a játékosok a mai nap egyelőre, ez már a harmadik. Nagy előreívelés, de a pápai fejről elpattan egy ajkai fejre. Széről próbálhatnak valamit indítani. A vendég kapust ezek szerint Szigetit akarták. Az aggodalom nézőtéről. Mit hallok itt egy-két elvétett szót. Kicsi bizonytalanul, de megfogta a labdát Horváth. Ez a mérkőzés tökéletes az ajkaiok számára, hogy a szurkolóikat kiszolgálják, hiszen nincs is szebb egy rangadói győzelemnél. De ugyanazt támadhatják a pápaiak is. Az ajkai együttes egyébként az NB3 nyugati csoportját még mindig nagyon vezeti, 11 ponttal. 18 mérkőzésen 15 győzelmet tudott megszerezni a Schindler csapat, Schindler legénység tagjai. 3 döntetlent és nincs egy vereségük se. Még a pápaiak 18 mérkőzés után 6 győzelem, 9 döntetlen és 3 vereség. Azzal az 5. helyen állnak, 27 ponttal. 16 csapatos bajnokságban, úgyhogy nincs okuk szégyenkezni. Távoli lövés, lövés, kipattan, ám de a pápai kapus szépen hárít. Szigeti kigurítja maga elé, elrúgja. Kicsit, mintha ledöbbent volna a hazai csapat, hogy milyen dinamikusan kezdett a pápa. Pápai Peruc, az nincs les, vagy az nem les, ott le kell passzolni. Nem jó, nagy, vissza, Horváth, nagyon szépen megszerzi a labdát, oda csúszva, tökéletesen, Csemer bepasszolja, de nincs rá érkező. Valami miatt nem megy a játék. Meg kell nyugodni, és majd belejönnek a legények. Szigeti. Mérkőzésből alig telt el 13-14 perc, de innen oldalról már zúgva szurkoljatok a mindent bele. Jelzés értékű lehet a csapatnak, az aiaknak persze, de akár vendégeknek is. Horváth nagyon jól játszik. Fegyelmezetten is pontosan. Csemer megy ki emberére, Csemert ott hagyja embere, vagyis inkább elkezd befele mozogni. Nagy. Szilágyi még tovább be is adhatják, de nem. Hátulról választanak egy csapattársat a vendégek. És átjátsszák a védelemhez a labdát. És labdaszerzés ajkai részről, amiből akár egy támadást is ki lehet alakítani. Nagynál a labda. Nagy. Nagynak oda csúsznak, szabadrugás 17-18 méterről. Én szólítanám Csemert, hogy ő végezze el, vagy esetleg Horváth Péter. Reméljük nem történt sérülés. Jó, nem történt sérülés. Szabaddal jövünk. Pápolyak pedig még oda mennek a játékvezetőhöz megkérdezni a döntésének okát. És a játékvezető erre pedig kioszt egy szép sárga lapot, ami illik is a mezhez. Na
Nagy Krisztiánt és Horváth Pétert látom egyébként a labda mögött. Kaputól 17-18 méterre. Tehát Csemer nem fogja elvégezni, hogy itt van a védelem hátulján. Hiába ugrottak föl páran, egyből Gyulát kiáltva. Ezt a szabadot most nem ő fogja elvégezni. Hogy látom, Nagy Krisztián fogja. Sokan mondják, itt az ideje az első ajkai gólnak mellettem. Nézzük. Játékvezető belefújja a sípjába. Nagy a labda mögött. Nagy elvégzi. Kéz. Az kéz volt. És a játékvezető is így látta. Büntető. És egy sárga lap megint. Piros. Hát ez gyors volt. Egy percen belül elintézte magának a pápai játékos azt a piros lapot. Hát ez a lapszín a játékvezető dresszéhez illik, nem a pápai játékoshoz. Nagy Krisztián fogja elvégezni a büntetőt, ő már ott van 16-oson belül, ahogy Szigeti is, a pápa kapusa. Labdát kérnek az ajkaiak. Nagy a labda mögött, játékvezető pedig gyors még Szigetit. Figyelmezteti, hogy a gólvonalról ne lépjen ki a sipszó előtt. Ember előnyben a meccs elején, és egy büntető is most kerül elvégzésre. Nagy. Gól! Ezért az ajkai csapat. 15 perc telhetett el úgy a mérkőzésből, az eredményjelző pontosan nem működik. Ezért mondom tippelés gyanúsan. A 17. gólját szerezte egyébként Nagy Krisztián a szezonban. Izúg is a Nagy Krisztián a stadionban. Kicsit olyan volt, mint a BL-en a Manchester Pápaiak járatják a labdát. És hogy támadást próbálnak kialakítani. Ám de pontatlanul, és a játékvezető pedig odafúj a sípjával. És szabad rúgás. Azzal jönnek a vendégek. Tehát Nagy Krisztián elérte a szezonban 19. fordulóban 17. találatát. Ezzel megint egy kisebb fajta lépést tett a góllövő lista élére, ugyanis vezeti. A tavaly évben egyébként a pápa játékosa Szabó Zsolt lett a gólkirály 20 találattal, 36 forduló alatt? Vagy 32 forduló alatt? Nem. 30 forduló alatt, elnézést, egy kicsit fejben matekoztam és mérkőzés közben az nem az erősségem. Tehát 30 forduló alatt 20 gól. Nagy Krisztián pedig miközben, a vendégek 16-oson belül. Csemer nagyon jól megszerzi a labdát. Csemer pedig gyönyörűen megszerzi a labdát, erről van szó. És lehet is előre menni, miközben egy ajka játékos a földön betrengett, de már fölkelt. Nagy. Nagy bepasszolhatta. Nem találta meg a csapattársát a labda. De a fejes még ott lehet, Major. Beadja. Kéz. Mondják itt mellettem többen is. Nagy Krisztián is a fejéhez kapott, hogy ez bizony nagyon nagy kezelés volt, de a játékvezető azt mondta, hogy tovább, tovább, tovább. Tehát végre csak sikerül elmondanom, miközben már nem hallom magamat, hiszen a szurkolók tombolnak. Nagy Krisztián
fölül múlhatja a tavalyi gólkirályt, már csak 3 gól kell hozzá, vagyis 4 ahhoz, hogy fölül múlja. Van rá még 11 mérkőzése, miután ez lezajlik, 10. Csemer nagyon szépen meghúzza a szélet. Horváth. A pálya napos oldalára passzolnak. Az ember előnyben lévő Ajkának nagyon sok, vagyis sokkal több esélye van, mint hogyha nem történt volna meg ez a piros lap vendég oldalon. Így a nézők is felsziszentek az előbb, hogy talán gólgazdag mérkőzés lesz. Remékednek benne, hiszen a legutolsó ajkai mérkőzésen nem szakadt ki a gólzsák, és Köles közben sárga lapot kapott. És az ajkai csapat felcsúton próbált szerencsét, de 0-0 lett a végeredmény. 21. percben járunk. Pápai szabadrugás. Nézzük, szépen labdát szereznek az ajkaiak. És a labda föl volt adva. Még most is, hiszen hatalmas dobás. Köles dobhatta. És néhány pápai drukker pedig beszökött a vendégszektorba. Ha jól látom, 8-9 fő, de hát, mint a mérkőzés elején mondtam, itt is vannak az ajkai szurkolók között. A két település között csupán 30 km van, hogy megszolgálják bizalmukkal a nézőket. 16-oson belül be lehet passzolni, vagy be lehet adni pontatlan. Na de most kell figyelni, hogy ne kontrázzanak. Horváth Péter nagyon jól. Dobhatnak a vendégek. Két csapat egyébként nem először találkozik, nem véletlenül mondom azt, hogy ez egy rangadó. Legutolsó mérkőzés igencsak drámaira sikeredett, hiszen akkor a pápaiak szereztek vezetést. Közben egy kis sportszerűtlen játékot láthatunk. Most pedig egy gyönyörű ajkai védekezést. Tehát 2018. augusztus 25-én Pápán találkoztak a csapatok. Iványi 10. perc megszerezte a vezetést a pápaiaknak, majd Olá László 36. percben egyenlített, úgy mentek pihenőre. Mindjárt folytatom, 16-oson belül, nagy, szépen megőrzi a labdát, passzolás, Szigeti pedig maga biztosan véd. Tehát augusztus 25-én fél időre 1-1-es állással mehettek a csapatok, majd jött egy drámai helyzet, a 86. percben Kovács kapott piros lapot ajkai részről, így a pápaiak kitámadtak, nem de Horváth Péter tett pontot arra a mérkőzésre, hiszen gyönyörűen észrevette, hogy a pápai védő nem figyel, ez pedig kihasználta és gyors elvitte előle, mikor a kapus kirúgta a pápai védőnek. Gyors elvitte, majd pedig a kapus bal oldalán elgurította, és 2-1, mi 3 pontot jelentett. Horváth Péter azon a mérkőzésen egyébként csere volt. Pápaiak vihetik előre, beadás. Volt, szerintem is, és a játékvezetők szerint is. Horváth jöhet kirúgással. Azelőtt is találkozott ám a két együttes, 2018. április 4-én, akkor itt Ajkán sima 5-0-ás győzelmet tudott összehozni a kisebb település. Csizmadi akkor kétszer volt eredményes, aki most is a pályán van, Horváth is eredményes volt, Kovács is. Ők még most is a pályán vannak, és akkor még Russell tudott gólt szerezni. Ő már nem játszik Ajkán. Miközben az ajkaiak egy támadást indítanak. Pontatlanul. Köles kissé pontatlan volt.
Tavaly szezonban egyébként, vagyis a 2017-18-as idényben az ajkaiak második helyen végeztek a tabellán, a pápaiak pedig a hetedik helyen. Elébe kell látod, hogy látja, hogy jön előre, de az meg... Pápaiak keresik az emberüket, ezek szerint az ajkai volt. Horváth Péter, gyerünk! Nagyon jó. Horváth Péter lepasszolja nagynak, nagy 16-oson belül, kicsit cselezget, bepasszolja. Major pedig sarokkal próbálta. Nem érzem olyan nagynak az előnyt, hogy most egyéni produkciókat mutassunk. Játékvezető pedig figyelmezteti a vendég 9-est. Hogy ne legyen sportszerűtlen, azaz Hansnak szólt. És 2017. augusztus 19-én is megmérkőzött a két csapat, akkor is pápai vezetés volt, úgy mint tavaly augusztusban. De ajkai győzelemmel ért véget ez a mérkőzés is, mint ahogy az utóbbi három. Majort próbálták megindítani, nem jött össze. Bedobással jönnek az ajkaiak. Pontatlan. Ajkai fejek, ajkai lábak, és akár egy ajkai támadással is folytatódhat. Horváth szépen odalép. Eddig nagyon jól és fegyelmezetten játszik. Már mondjuk mikor nem. Egy odacsúszás, ami teljes tisztaságban labdára ment. Major pedig nem ért el a labdát, mert Szigeti előbb ért oda. Egyre fegyelmezettebb az ajkai csapat. Szabadrugás. Játékvezető szabálytalannak ítélte ezt a megmozdulást, mint a pápa játékos ellen követtek el. Ez van, szabadrugás egy 30-35 méterről. Remélem jól tippelek. Akár még el is vállalhatják kapura. Több pápai szurkoló is azt kiabálta be. Kapura, kapura. Ketten is a labda mögött, de csak egyen fogják elvállalni. Elvállalt lövés. Húha. Egy ilyen lövés. Te hozni semmit se! Hát ezt a lövést inkább nem kommentálnám. Itt mellettem úgyis alhatták. Megindítás, nagy. Érhettem volna el a labdát, pápai védők résen. Ajkai bedobás következik. Gyorsan el is végezték, nagy. Nagy beadja, fejes. Nem jó. Szigeti rúghatja ki a labdát. Lassan 30 perc telik el a mérkőzésből. Olyan nyugodtan rúgja, mindek ők vezetnének. Ajka, pápa 1-0. Büntetőből szerezte a találatot Nagy Krisztián. És emberelőnyben játszunk. Les. Negyedik les a mai mérkőzésen. Mindkét védelem fegyelmezett. Tibi, ki az Isten fogsz most?
játékvezető szabálytalanak ítélte, és már megint. Megint egy pápai játékos szabálytalankodik, vagyis inkább fair play szabályait nem ismeri. Lehet, ma nem a gólokra gyúrnak, hanem majd esetleg a piros lapokra. Ez majd kiderül. Viszik a pápaiak, ám de Pákai oda tette a lábát. Egy kis ideig felszabadult az ajkai kapu, de megint támadhatnak a vendégek. Horváth pedig elengedi a labdát. Kirúgás. Pápai megindítás, de Csemer éri el a labdát. Csemer pedig hátra Horváthoz. Horváth pedig tovább passzol Kölesnél a labda. Köles megindítja nagyot. Nincs les. Nem is nagyot, most van nagynál a labda. Attól függetlenül nagy indítás volt. Nagy sarokkal Horváth Péter. Túl variálják a játékot jó páran. Horváth Péter pedig gyönyörűen megszerzi a labdát, szabálytalanság közel se volt, de a játékvezető szerint pedig igen. Nehéz lesz így. Igen, csak feszült a hangulat. És megmerem kockáztatni, hogy legalább 600-an itt vannak a mérkőzésen, esetleg többen is. Fejes, Csemert próbálta megmászni ellenfele, de hát a vendég hatos, hogyha 20 centivel magasabb lenne, szerintem Csemernek akkor talán a válláig érne. És megint szabálytalanságot jelzi a játékvezető. Talán most erre próbálnak egyébként rájátszani a vendégek, hogy minél több szabadot kapjanak, lehetőleg az ajkai kapuhoz közelebb. Ezt látom az utóbbi percek történései hátteréből. Szigeti előre. Hú. Ajkai bedobás. Hányan végzik el a bedobást? Kettő labda is a pályán. Játékvezető pedig visszarendeli. Zúg megint a mindent bele, Kovács tovább, Nagy, Köleshez, Köles. Fejjel még bent tartjuk a labdát, vagyis csak próbáljuk. Nem sikerült, pápai bedobás. A pápai futball egyébként nem az arany korát éli. 5-6 évvel ezelőtt körülbelül, miközben nagyon szépen megindult a pápa játékos. Test a test ellen, így van, játékvezető is így gondolja. Hát a pápai futball 5-6 éve élte, mondhatni aranykorát. Derrák Marce pedig megint bele tüsszent a sípjába, és sárga lap. Kovács Gergő kapta. Nem tudom, hogy a bíró az mit látott. Lehet, hogyha majd visszanézem ezt a mérkőzést, akkor megtalálom rajta a problémát. Kezdőkörből végezték el a szabadrugást. Ez is szabadrugás, csak ez már kifele. Kicsi bele is passzolják.
Ha megint lesz, vagy Norbi! Horváth Péternél a labda. Horváth Péter nagyon szépen észreveszi csapattársát, Kölest a szélen, Kölesnél a labda, Köles beadhatja, ott a helyzet, és a kapus, Szigeti pedig gyönyörűen fog, majd pedig laza mozdulattal kidobja a labdát. Támadást kidolgozhat a pápa, hogy engedik az ajkölyök, és egyébként tényleg nem tűnik fel az, hogy emberölőnyben játszik a hazai együttes. Két egyenrangú fél játszik. Labdaszerzés. Húha! Nagyon nagy rugás. Szerintem ez lapot érdemel, de ez az én véleményem. Így van, 75-es messzámú Iványi kapott sárgát. Ez már a harmadik pápai sárga mai mérkőzésen. Nem fogják vissza magukat. Csics pápai fejről pedig kimegy, szöglet következik. Amit látom, Horváth Péter fogja elvégezni a szögletet. Ő battyog oda szépen lassan. Ismét egy szöglet. Nagyon bizonytalan a játék. Hiába egy nulla. Horváth Péter. Rossz szöglet. Nem szabad így. Les. Szigeti rúghatja ki a labdát. Semmilyen kérő ment oda. Aki rúgta a szöglet, de ki rúgta oda. A játékvezető pedig figyelmezteti Szigetit, hogy onnan jár a szabad. Szigeti nagyot előre, hatalmasan. Hát lesz mit megvitatni a szurkolóknak itt a fél időben, az biztos. Meg még ezt is megvitathatják. Hát eddig többet állt a labda, mint gurult volna. És már a mérkőzésnek a 35.-40. percében járhatunk. Nagy próbálja beérni a labdát. Nem sikerül neki, kirúgás. Jó játszik a pápa, be kell vallani. Még 10 emberrel is. Az ajkölyöknek nem könnyű áttörni a védelmet. Azért vannak időszakok, amikor a pápaiak táboroznak le az ajkai térfélen. Pápai bedobás. Megint egy pápai bedobás. Előbb a szögletet gyakorolták, most a bedobást. Elnézést, kedves nézők, de itt az eredményjelző meghibásodott. És mi se látjuk pontosan, hogy hány perc van a mérkőzésben, ezt most csak a játékvezető tudhatja, vagy aki a kezdő sipsza után indított egy stoppert. Labdaszerzés. 3-3 ellen. Egy nagyon csúnya csúszás. Amire talán megint lapjár. Így van, sárga. Negyedik sárga egy fél idő alatt. Igen, csak paprikás a hangulat, mit ne mondjak. Reméljük nem történt sérülés. Böröcki Bálint szerezte a sárga lapot. Azzal díjazták ezt a becsúszást.
és azt ott már Csemer el is végezheti. Ha jól látom, ő is van egyébként a labda mögött. 40. percben járunk, még 5 perc a rendes játékidőből. Csemer. Óha. Ez mi volt? Kirúgás. Hát lesz mit mondani a két edzőnek az öltözőben. Az biztos. Mert ugye itt a fejekbe rendet kell rakni, az fix. Pápa edző kellemesebb helyzetben lehet ilyenkor, mert ő csak most 10 emberrel fog foglalkozni. Még Schindler Szabolcs 11-jel. Bedobás. Hú. Pillanatra én is elvesztettem a fonalat, hogy merre lehet a labda. Jól fölküldte a játékos. Horváth jön, maga biztosan fog. Tökéletes egyenrangú partnerek a pályán. 42 perc telt el a mérkőzésből. Vezető nem fázhat meg, muszáj valamit csinálnia. Hát ő éppenséggel emelgeti a zászlót. Partjelző elnézést. Horváth nagyon szépen labdát szerzett. Horváth jól játszik ma nagyon. Horváth. Bár az előbb a szögletnél az ott nem tetszett, de ez egyéni vélemény, ezt meg is tartom inkább magamnak. Tehát vegyük úgy, hogy nem mondtam semmit. Csemer. Horváth nagyon nyugodtan átra az utolsó védőz, Pákaihoz. Pákai nem fél a pápaiaktól. Ezt most is bizonyította. Indítás. Szabadrugás. Hát ugye így folytatódik, a mérkőzés végére nem marad épp gyep. Nagy elhagyja. Ügyesen játszik egyébként a pápai csapat nagyon, tehát nem győző mondani, hogy emberelőnybe úgy játszanak, hogy meg se látszik rajtuk. Kevesebben lennének. Na nézzük, tudnak-e valamit kezdeni a támadással. 16-oson belül már a labda. Az ajkaiak pedig kilövik. Bedobás. Tizenhatoson belül. Nincs ott büntető. Játékvezető is így gondolja. Pápa játékos pedig az ajkai 16-oson belül ismerkedik a gyeppel. És egy perces hosszabbítás következik. Nagy, 16-oson belül. Nagy, egy nagyon nagy beívelés, vagy nem is tudom, hogy ez mi akart lenni, beadás. Badást végzett el. Húha! Nem lennék most Schindler mester helyében. Durván össze kell fogni itt a csapatot, hiába vezet 1-0-ra. Ez nem garancia erre a mérkőzésre ez a félidő. Ajkai fejről kerül ki.
Ápai kézről pedig kerül be a labda. Ajkaiak labdát szereztek. Most lehet megindítani Majort, lehetne. Nagyon elégedetlenek a szurkolók, inkább el is mennek büfézni. Ez nem tetszik nekik. És Derdák Marcelt le is fújja az első félidőt. Ajka Pápa büntetőből szerzett Nagy Krisztián találattal 1-0. Hát lesz mind megbeszélni az öltözőben, hamarosan jelentkezünk a második félidővel. Kellemesebb helyzetben lehet ilyenkor, mert ő csak most 10 emberrel fog foglalkozni, még Schindler Szabolcs 11-jel. Bedobás. Pillanatra én is elvesztettem a fonalat, hogy merre lehet a labda. Jól fölküldte a játékos. Horváth jön, maga biztosan fog. Tökéletes egyenrangú partnerek a pályán. 42 perc telt el a mérkőzésből. Vezető nem fázhat meg, muszáj valamit csinálnia. Hát ő éppenséggel emelgeti a zászlót. Partjelző elnézést. Horváth nagyon szépen labdát szerzett. Horváth jól játszik ma nagyon. Horváth. Bár az előbb a szögletnél az ott nem tetszett, de ez egyéni vélemény, ezt meg is tartom inkább magamnak. Tehát vegyük úgy, hogy nem mondtam semmit. Csemer. Horváth nagyon nyugodtan átra az utolsó védőz, Pákaihoz. Pákai nem fél a pápaiaktól. Ezt most is bizonyította. Indítás. Szabadrugás. Hát ugye így folytatódik, a mérkőzés végére nem marad épp gyep. Nagy elhagyja. Ügyesen játszik egyébként a pápai csapat nagyon, tehát nem győző mondani, hogy emberelőnybe úgy játszanak, hogy meg se látszik rajtuk. Kevesebben lennének. Na nézzük, tudnak-e valamit kezdeni a támadással. 16-oson belül már a labda. Az ajkaiak pedig kilövik. Bedobás. A 16-oson belül. Nincs ott büntető.
játékvezető is így gondolja. Pápa játékos pedig az ajkai 16-oson belül ismerkedik a gyeppel. És egy perces hosszabbítás következik. Nagy, 16-oson belül. Nagy, egy nagyon nagy beívelés, vagy nem is tudom, hogy ez mi akart lenni, beadás. Beadást végzett el. Húha! Nem lennék most Schindler mester helyében. Durván össze kell fogni itt a csapatot, hiába vezet 1-0-ra. Ez nem garancia erre a mérkőzésre ez a félidő. Ajkai fejről kerül ki, Pápai kézről pedig kerül be a labda. Ajkaiak labdát szereztek. Most lehet megindítani Majort, lehetne. Nagyon elégedetlenek a szurkolók, inkább el is mennek büfézni. Ez nem tetszik nekik. És Derdák Marcelt le is fújja az első félidőt. Ajka Pápa büntetőből szerzett Nagy Krisztián találattal 1-0. Hát lesz mind megbeszélni az öltözőben. Hamarosan jelentkezünk a második félidővel. Fekvő támaszozás Pápai részről. Mindenki kín van egyébként a második fél időre, kivéve a játékvezetők. Egy fene levezetem én. Egyébként nem. Na, a játékvezetőknek talán valami dolguk akadt még. Viccesen megjegyzik mellettem, hogy talán videóbíróznak. De nem, érkeznek a mai hősök. Napfény megsütötte, úri emberek kiérkeztek. Ki a pálya bal oldalán futó gyorsabban ért a kapuhoz, tehát a futóversenyt ő nyerte. Na de kezdődjön a második félidő. Az első félidővel nagyon sokan nem voltak megelégedve. Hiszen emberölőnyben játszik az Ajka, és mégis ugyanannyi helyzete volt, mint a vendégnek. Ugyanúgy is használták ki őket, kivéve egy büntető, ami miatt az állás 1-0 a hazaiaknak. Nagy Krisztián értékesítette. És Derdák Marcel pedig belefújt a sípjába, ezzel jelezve a második fél idő kezdetét. Kíváncsi vagyok, hogy két edző mit mondott tanítványainak. De a legnagyobb kérdés az az, hogy használ-e. Mit mondott nekik Horváth? Horváth Péternél a labda. Horváth bal oldalra, Csemerhez, Csemer nagyon szépen megszerzi a labdát, Csemer 16-oson belül, Pápai fejről ki, és a pápaiak pedig tisztáznak.
Hát ez a helyzet szerintem, hogyha az első fél időben zajlik le, akkor a legnagyobb helyzet lett volna a fél időben. Horvát. Tovább. Csemer. Től még tovább. Nagy. Ott látom én, nem biztos. Ajka játékos a gyepen elterül. Szabad rúgás. Az első fél idő igen csak paprikás volt. Négy. Pápai kapott sárga lapot. De abból úgy négy, hogy kettő egy pirosnak felel meg, tehát emberelőnyben játszik az ajkai együttes. A szurkolók pedig még jobban visszatják a csapatot. Schindler mester is figyel, nagyon figyel. Horváth Pétert láttam a labda mögött, beadja a fej. Szabad rúgás kifele. Az egyik amerikai játékos lökött, mármint hogy mint cselekmény. Nem személyiségre mondtam, hanem azt, hogy azt cselekedett. Meggyűlik a szólabajom. Ajkai védőknél. Nézzük. Kenderes hátra. Pákaihoz. Hiába ívelik előre. Pápai védők nagyon ott vannak a szeren. Jó játszanak. Talán annyira jól, hogy egy helyzetet kis dolgozhatnak. Headshot. Itt szokták angol közvetítésekbe hívni. Köles. Gyors elvégzi kicsibe. Kenderes. Játsszák a szélen a labdát. Nagyon nagy. Ha jobban megfigyeljük a pályát, öt védővel játszik most vendéggárda. És nagyon szépen meg is tartják a labdát. És előre is juttatják. Játékvezető megint. Közben sípol. Ajkaiak jönnek. Köles bent tartotta a nézők szerint. Partjelző szerint nem tartotta benne a labdát, pápai bedobás következik. A 97-es Böröcki keresi az emberét, meg is találja, vagy az emberéről pedig Tóthról kipattan, így Köles dobhat. Pápai 11-esről kikerült a labda, az ajkai 11-es pedig bedobta. Kenderes. Egyébként, hogyha két csapat utolsó 5 mérkőzését nézzük, akkor szintén érdekes eredményekbe botlunk. Ugye az ajka múlt héten 0-0-át játszott Felcsúton Puskás Akadémia B csapatával. Közben próbál veszélyeztetni az egy gárda, nagy. Nagyon szép, de les. 5. les a mai mérkőzésen. Nagyon sokat leselkednek a srácok. Na de ugye múlt héten az ajka Puskás Akadémiát nem tudta legyőzni, 0-0-át játszottak. Még Pápai Peruc is döntetlent játszott. Otthon Dunaharaszti MTK-val ők 2-2-t. A tavasz kezdetén Ajka 2-0-ra tudta legyőzni a Pénzügyőrt. Még a harmadik
kerületi tévéje egyet játszott a Pápával, tehát Pápa idén eddig csak döntetlenezett két mérkőzésből, Ajkaiak pedig egy győzelem, egy döntetlen. De hogyha még visszamegyek, tehát a tavalyi statisztikákhoz, ott az Ajkaiak jól muzsikálnak, THS-e szabad kikötőt 4-3-ra megverték idegenbe, Dunaharaszti MTK-t itthon 5-0-ra, harmadik kerületet pedig 2-0-ra idegenbe. A Pápaiak egyébként az utolsó idegenbeli győzelmüket 2018. november 11-én szerezték. A BKV előre ellen 6-2-re győztek idegenbe. Azt a BKV előrét Sinter legénység októberbe 7-0-ra verte meg. A BKV előre edzője egy érdekes nyilatkozatot adott mérkőzés után. Azt mondta, hogy inkább egyszer kapjon ki egy csapat 7-0-ra, mint 7-1-0-ra. Mindenféleképpen igaz, de a Pápaiak támadnak. Sok pápai szurkoló oda szól, hogy bátran, meg hogy támadás. Erre meg megszerzik az Ajkaiak a labdát. És ebből lehet egy jó támadás, hogyha elérnék az Ajkaiak, Nagy Krisztiánnak nem jött össze. Nagy Krisztián egyébként a mérkőzésen, igaz, hogy berúgta a büntetőt, de eddig nem a tőle elvárt, vagy tőle megszokott formát láthatjuk. Talán tavaszi fáradtság, ugyanis nagyon jó idő van. 18-20 fokot jelez a hőmérő. Szél nem fúj, eső nincs. Játékra alkalmas idő. Köles. Partjelző jelez. Ennyi szabálytalanságot nem tudom, mikor láttam utoljára. De nagyon rég, az biztos. A Pápaiak pedig húzzák szélen a labdát. Ügyesen fedezik, mire kimondom, pedig az Ajkaiak riscsenik a labdát. Gyula bedobja, azaz Csemer. De bedobás. Pápaiak jönnek. Horváth Péter előre, Nagy pedig testen lökött, szerintem, játékvezető szerint pedig kézzel. Az első csere. Major Norbert jön le, és kicserélnek be? Ezt egyelőre még nem látom. Túl messze van a látó. Talán Pavlickire cserélni, vagy tippelnék. Nem tudom. Nem, Harsányi érkezett. Új igazolás. Új igazolás, hát februárban igazolta az Ajkai csapat, Horváth, hát ezzel nem nagyon szabadult fel a kapu. Harsányi megmutathatja, hogy mit tud. Az utóbbi időkben nem nagyon kapott játék lehetőséget, sehol se. Pedig NB1-et is megjárt játékosról beszéltünk, aki 27 mérkőzésen volt kezdő. Mezőkövesd és a Puskás Akadémia színeibe, mezében. És NB1-ben pedig 5 találatot is szerzett. Hogyha már NB1-ről beszélünk, akkor muszáj még megemlíteni az Ajkai Kovács Gergőt, aki 46-szor volt fixen kezdő NB1-be, az a Legerszeg színeibe. És ő is szerzett egy gólt. Több éve Ajkai csapat oszlopos tagja. Bedobás.
És egyébként a pápai oldalról nagyon hiányolt Szabó Zsolt, aki tavaly a gólkirályi címet megszerezte. Ő 2014 és 2017 között Ajkán játszott, több mint 80-szor húzta magára az ajkai meszt, ebben pedig 25 gólt szerzett. Sendi egyben pedig 13-szor volt kezdő. Nyilván akkor játszott NB1-ben, amikor a Pápa NB1-es csapattal rendelkezett. Na de talán megindul a Pápa. Horváth érkezik. Sokan leskiáltanak. Az egy dolog. De a partjelző dönti el. Harsány. Harsányi pontatlanul passzolt. Harsányi egyébként tudtommal a Balmazúj város csapatából érkezett. Nem jó. Nagy zicser volt. Illésnek nem jött össze az előbb az ittszer. Sárgalap. Sárgalapot most Pákai nyerte el cselekményével. Zajka csapat csapatkapitánya, oszlopos tagja. Ajkán, hát nagy tiszteletnek örvend, ez az egyértelmű. Előbb mondtam, hogy oszlopos tag, mint a Queenback Freddie Mercury akár. Remélem nem túloztam. Pápai szabadrúgás, amiből valószínűleg egy adás lesz, beivelés. Igazam is lett, fejes, majd pedig lecsúsztak róla, vagy lekésett róla a pápai támadó. Így hát nem egyenlítettek, marad az 1-0. És a pápai szurkolók hangja is megérkezett. Nagyot indítják meg, ám de Szigeti érkezik. Úha, ez hatalmas ütközés volt, én azonnal beküldeném az orvosi stábot. Ez nagyon csúnya volt. Reméljük komoly baj nem történt. Kapus pedig ápolni fogják. És Nagy Krisztián cselekedetét pedig sárgalappal díjazták. Az ápolás tart, addig a szurkolók biztatják csapataikat mindkét részről, és egy sárga lap. Na ezt kikapta. Pápa játékos kapott sárgát, 9-es számú. Szól a taps az ajkai szurkolók közül. Hans Máté kapta a sárgát. Schindler mester pedig ide-oda sétál, járkál. És talán le is ül, vagy nem. Pápai kapus már fölkelt. Mérkőzés után egyébként Schindler Szabolcsot mindenféleképpen elkapjuk egy rövid interjúra. Hát lesz miről beszélgetni.
És ahogy látom, pedig a pápai kapus Szigeti helyre jött. Az orvosi stáb elhagyja a pályát hamarosan. Most le kell menni egy támadás erejét. Folytatódhat a játék. Harcsányi megy a labdáért, hogy menne, nem ért el. Csizmadia, Köles, meg kell nyugodniuk. Csemer. Csemer két kézzel lökött. Játékvezető belefúj a sípjába. És jöhet kifele a pápa. Hát ez a megyei El Clásico egy kicsit mást ígért kiérkezőknek. Ugye fél időben is beszélgettem két szurkolóval, nem voltak megelégedve az ajkai játékkal. Mondták azt, hogy fel se tűnik, hogy egy játékossal többen vannak az ajkaiak. És egy komoly pápai esély lehet, hiszen szabadrugásra jön a pápa. Az ajkai kaputól 18-9 méterről. Egy zúg az ébresztő a stadionból. Csemer kapta egyébként a sárga lapot. Pápaiak pedig bekiabálják, hogy kapura, kapura. Ez egy játékos lehet? De nem, hanem az, hogy kapura vállalják el a lövést. Leesett. Nézzük. Nappal szemben, tehát egy kis nehéz lesz. De akár össze is jött az egyenlítés, lövés. Elmegy a kapu fölött. Tehát marad a játék 1-0. Horváth pedig leteszi a labdát az ötösre. És Horváthnak is bekiabálják, hogy rúgja a kapura. Nem is értem. Meg ez se. Csemer. Horváth. Nem figyelt. Hát a mérkőzés kép alapján megérdemelt lenne az X. Mert így nem lehet játszani. Szabálytalanság. Felező vonal közvetlen közeléből. Jönnek az ajkaiak. Még 25 perc maradt egyébként a mérkőzésből. Sárga 87-es bedobja. Talán a kézilabdázók is igazolják, ez akkora kezdés volt. Merre vittek ezt a paszkalok itt a vonalnál be? Videóbírót azonnal jegyzik meg viccesen mellőlem. Pápai szöglet következik. Kifejelik a hazaiak. Ja,
játék vezető pedig megint belefúj a sípjába. Szabad rúgás. Oldalvonal mellől. Beadásra tökéletes lehet. De azt ki is kell ám használni. Gyorsan is végzik. Pápai fejről éppen hogy csak elhaladt a labda a kapu mellett. Kirúgással folytatódik a játék. Csemer. Horváth. Pákkai. Illés. Harsányi indulhat meg. Harsányi beviszi szélen, beadja. Érkező, nem volt rá. Illés. Nagy. Nagy 16-oson belül. Beadás. De hova? Körös. Lekez nem jött össze most. És csere. Schindler Szabolcs még egyet cserél. Horváth Péter lejön. És Olá László pedig pályára lép. Jár neki a taps. Horváth Péternek meg Olá Lászlónak is, hiszen sérülésből tér vissza. Az NB3 nyugati csoportjának a gólövő listájára ő is igényt tart. Most módosíthatná a góljainak a számát. Az ajkaiak kiegyeznének vele. Három alatt meg se álljon. De itt a pápa az ellenfél. Kiszívósan helytáll. Megint pontatlan játék. Nem értik meg egymást a játékosok. Illés próbál labdát szerezni. Tiszta szerelés. Köles. Köles megindította Oláhot. Ilyen pillanatokban nem mondok semmit, mert mellettem a nézők mondanak elég dolgot. Amit én mondanék, azt nem is hallanák. Költői kérdések. Ez nekem is tetszett, ez a saját magát földobja típus. Hú, de elszabadultak itt az indulatok. Nagy. Vázoljunk, visszafókuszáljunk a játékra. Nagy. Nagy. Elégedetlenek a szurkolók. Kemény mag megindul, mármint hangversenybe fölveszik. A palástot. És egy pápai csere következik. Hamarosan látjuk is, hogy ki jön be. Hát egy számú Balajos Dominik helyett. Nem tudom, hogy ki érkezik. Táblát nem tartottak most föl. Így igen, csak nehéz. Hát még a... A 99-es jött be, köszönöm szépen kollégámnak a segítséget, tehát Benec és Balauf érkezett. 16-oson belül az ajkaiak. Gyönyörűen vélekezik a pápa. Nem találnak ellenszert az ajkaiak. És
támadhat a pápa. Rúghatják kis előre. Kilencvenes pápainál a labda. Viszi az ajkai kapura. Húha! Hát, hogyha még egy-két ilyen mérkőzést játszik az ajka, újabb csere, akkor nem lesznek nézők. Ezeket egyébként nem én mondtam, csak idéztem. Amikor a pénzügyi arány 2-0 volt, akkor a héten az Ajka TV stúdiójába behívták Schindler Szabolcsot. Kérdezgették az előző meccsekről, debreceni sikerről, és azt mondta a pénzügyi arányi meccsről, hogy még két ilyen mérkőzés játszanak, és szurkoló nem lesz a stadionban. Hát ez előfordulhat, ez majd kiderül, mert nagyon sokan elégedetlenek itt fönn. Beadás. Szél is föltámadt. Most már csak az ajkának kellene, mondják itt az ajkai szurkolók. Bedobás. Labdát szereztek a srácok. Húha! Szabad rugás kifele. Az NB3 nyugat szurkolók. Hát ez egy rangadó. De aki kiérkezett, vagy esetleg a közvetítést nézi, ajkai szurkolói szemmel, az kissé csalódott lehet. Pápai lövés, hatalmas védés, nagyon szép volt a lövés, azt is dicsérni kell, de a védést is. Pápai szöglet következik. Adás. Ott a helyzet! Kifele! Szabad rugás. Szabálytalankodtak a pápai támadók. Nem kettő ember áll föl, vagy megy el. Még a mérkőzésből még van hátra. Bő 10 perc. És ugye a ráadás, ami járni fog, hiszen a kapust is ápolni kellett, a vendégkapust, az is egy 2-3 percnek kinéz. De egy 10-15 emberrel indult hazafele. Horvát. Nem szabad ellazázni, Pákai. Horvát. Megszerzik a labdát az ajkaiak, indítani szeretnének. Olá megszerzi a labdát. Olá Nagy Krisztiánt indítja meg. Nagynak ma nem megy. Pápaiak 97-esénél a labda. Kölös ráment, de nem tudta megszerezni a labdát. Kölös pedig kirúgja. Tacsra. Pápai szurkolók hangja is megjött. És most lehetne támadni. Pápaiak jöhetnek. Ez a mérkőzés egyébként így a második félidő
utolsó része, vagyis az utóbbi 5-10 percben láttunk, az egy kínzható videónak is elment. Hát ez egyenlőre gyenge mérkőzés, mondják azt itt mellettem jó páran. Erre nem mondok semmit. És mint jól hallják önök is, én is, a mérkőzésnek a 80. percében járunk. 16-oson belül az Ajkaiak. Lövés! Kapufa! Na végre! Bízható momentumot is láttunk a második félidőben az Ajkától. Pápai támadóknál a labda. Egyébként nagyon szépen megfigyeltő, hogy kevesebben vannak, mégis három támadóval játszanak. Lövés! A kapu bal oldala mellett elgurul a lövés. Megint zúg az ébresztő. Joggal, úgy gondolom. Nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen gyalázatos. Majdnem össze hoztak egy potyát az Ajkaiak. Szabálytalanság, Ajka jön szabadrugással kifele. Egyébként már szót ejtettem Szabó Zsoltról, aki még az Ajka játékosa volt, és akit nemrég cseréltek le Pápáról, Valajos Dominik pedig 2017-2018-as szezonban itt játszott Ajkán, őt is kedvelik, 33 mérkőzésen lépett pályára, és 3 gólt szerzett. Ebből 27-szer volt egyébként kezdő. Pápaiaknál a labda, járatják ide-oda. Megpróbálják kihúzni szélen is a játékot. Na és most próbáltak meg egy támadással, vagy próbálkoztatnak meg egy támadással. Hazaiak. Pontatlan a játék, sok az eladott labda. Szabadrugás kifele, nagy lökött, két kézzel. Nagyon lassú, nagyon pontatlan a játék. Mint ugye kissé képzelés nélkül rugdosnák ide-oda a labdát hazaiak. És megint jó pár szurkoló föl kell egyébként, és úgy döntöttek, hogy hazamennek. Új, de nagy odacsúszás. Öt perc maradt hátra a rendes játékidőből. Pápai térfélen a labda. Most pedig már a pápaiaknál, és támadhatnak a pápaiak. Nézhetjük, hogy milyen kontrát visznek még, hogyha végig viszik.
nagyon megindulnak. Lesz. Hiába. Szöglet következik. 3-4 perc van hátra a rendes játékidőből. Jól védekeznek az ajkaiak. És egy kontrát végig is lehet vinni. Értem, lehet végig vinni, nem értem. 16-os a belülés, 2-0. Jól van. Nem egy megérdemelt gól, de... Ajkaiak úgy állnak hozzá, hogy legalább 2. A játékosok joggal idegesek. Nem érdemlik meg egyébként ők se, hogy megkapják a másodikat, de ez most így alakult. Akkor sem értem, miért passzolta be. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon megszenvedett eredmény eddig. Olá László pedig szépen visszatér. Góllal. És vihetik a támadást, rá kell lőni. Vagy le kell passzolni, ők tudják, lövés, elakad a pápai játékosokba. Szerintem most nem egy és nem kettő szurkoló van úgy ez a meccs, hogy inkább fújják le. Ajkai szemből megvan a 3 pont és mindegy. Köles, nagyon szépen fedezi a labdát. Ajkai bedobás. És még több szurkoló elmegy. Fejes, nem jó. Megint sarokkal próbálnak továbbítani. Bedobás. Horvátnál a labda. Horvát kicsit húzza az időt. Ajkai szurkolók se értenek ezzel egyet. Inkább rúgja el minél messzebb. Pápaiaknál a labda. Aki ezt a mérkőzést látta,
szerintem próbálom megfelelően körülírni, azért gondolkozok rajta ennyit. Szerintem könnyen el fogja felejteni ezt a mérkőzést. És az ajkaiak pedig még egy támadást megpróbálnak vinni. Egy kis birkózás és verekedés. Uha! Birkózó VB-re benevezni azonnal őket. Nem értem, minek kell. 2-0 az állás. Ez a mérkőzés nem volt valami nagy szám. Hiába megy egy ilyen klasszikó. Bárcsak az lett volna. De nem kell ilyenkor, nyugodtan kell nekiállni a mérkőzés végét lejátszani. Ajka játékos pedig gyönyörűen megjátszotta a pápai kapust. Kis sportszerű jelenet végre. Az utóbbi percekre ez nem volt jellemző. Meg megint nem. Perc maradt a mérkőzésből, hosszabbítással együtt, úgy tippelem. Megint. Az azt a vége, hogy kiállítanak, baszd meg! Az egy helyet kettőt, hadd ki! A pápaiak hozzák ki, vagyis eddig hozták ki. Az ajkaiaknál a labda. Csizmadia. Szépen. Kenderes. Harsányi. Harsányi le is küzdi emberét. Harsányi passzol, pontos. Átjátszák a másik szére Köleshez. Köles, nagynak. Nagy, megszerzi a labdát, megtartja, sarokkal, bedobás. És megint elindulnak jó páran haza. Hát szerintem a mérkőzés utolsó 10 percében 50-100 ember biztos elhagyta a, hát most úgy mondom, hogy küzdőteret. Az utolsó percekben az volt. A játékos kissé kitette a könyökét, és egyre többen hazamennek. Lehet, hogy nem látják a harmadik ajkai gólt. Nagy. Nagy. Lövés. Mellé. És a játékvezető pedig sípjába fúj. 3 perces hosszabbítás jelzett. Legtöbben egyébként meg se várják a hosszabbítás végét, elindultak. Szöglet. Ott lesz a harmadik fejes. Kész, de megadta 3-0. Aki elindult, haza. Most sajnálhatja, vagy aki már otthon van, mert 10 perc is már elindultak jó páran. 3-0. Nem megérdemelt. De 3-0. Pillanatnyi momentumok döntenek erről a találkozóról. Thank you.
Még másfél perc maradt hátra a mérkőzésből. Talán most támadnak fel az ajkaiak. 16-os előterébe lövés. Szigeti véd. Egy ajkai támadás belefér. Pápai védekezés is. Ismét Horváth Péternél a labda. Kimegy, bedobás. Mérkőzést összegzem, viszont a játékvezető hamarosan lefújja a találkozót. Ajka Pápa 3-0. Ekkora különbség a két csapat között nem volt, hiszen aki látta ezt a mérkőzést, egyenrangú ellenfelek találkoztak. Még úgy is, hogy az Ajka emberelőnyben volt, hiszen az egyik pápa játékost a meccs elején ki is állították. Én azt mondom, hogy le a kalappal a pápa előtt. De a lényegen nem változtat, pápa pont nélkül fog hazautazni. Ajka pedig egy nem épp jó játékkal megszerzi a 3 pontot. A 3 gól mellé 3 pont is társulni fog hamarosan, amint a 3-as sípszó jelezni fogja. Játékvezető nézi az óráját, és most fújja le a mérkőzést. 3-0, hamarosan jelentkezünk edzői értékelésekkel. Kellemes vasárnapi estét, jó pihenést kívánunk!